Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az első Balatonboglári jótékonysági futáson. Külön köszöntöm polgármester urat, Vadasfalvi János polgármester, vagy képviselő urat, szülői munkaközösség vezetőségét, a pedagógusokat és a diákokat. Nagyon örülök neki, hogy ez a nap itt most megvalósul Balatonbogláron. Egyszerre több célt is megpróbálunk megvalósítani ezzel a kis mai délelőtti programunkkal. Először is jótékonykodunk egy kicsit, ugye mindenki a saját elképzelései és lehetőségei alapján valamennyivel támogatta vagy a Balatonboglári iskolát támogató alapítványt, vagy pedig a Balatonbogláron működő civil állatmentő alapítványt, úgyhogy nagyon köszönjük az alapítványok nevében a támogatást mindenkinek. A másik az, hogy a jótékonyság mellett felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy most már visszavonhatatlanul megérkezett a tavasz, nem benn kell ülni a lakásban, nem a számítógép gombjait kell nyomogatni meg a telefonét, hanem igenis jöjjünk ki az udvarra, érezzük jól magunkat, sportoljunk, mozogjunk, mert akkor lesz igazán boldog, egészséges életünk, ha sokat mozgunk, futunk, szaladunk, játszunk innen a természetben. Köszönjük szépen a támogatóinknak, a Tesco, illetve a Halker Kft. Támogatásával sikerül megvalósulni ennek a mai programnak. Tőlük kaptuk az ásványvizet, az almát, a műzlit, amit mindenki a verseny végén megkap. Úgyhogy nem is szeretném tovább az időt húzni. Mindenkinek jó futást és egy kellemes délelőttöt kívánok. Köszönöm szépen! German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play.